Itt a Budapest Fashion Week-en sikerült elkapnom hazánk egyik legismertebb divatbloggerét. Üdvözöllek, Feszti! Ja. Hogy tetszett az idei kollekció, az idei felhozatal? Hát ez az első alkalom, hogy részt veszek ezen az eseményen. Nagyon tetszett, főként azok az elemek, amikor a két divat bemutató között volt egy ilyen táncos rész is. Az nagyon különleges volt. Te már jártál a külföldi fashion week-eken, tehát Londonba is, New Yorkba is. Neked azért ebben van tapasztalatod. Hol tartunk mi ehhez képest? Hát, ha így belegondolok abban, hogy amikor elkezdtem a blogot 4 évvel ezelőtt, akkor hol tartott a magyar divat, és most hol tart. Tehát azt veszem észre, hogy lépésről lépésre haladunk a nyugat felé. De azért még... Még van hova fejlődni. Kinek a kollekciója tetszett meg leginkább, vagy kinek a kollekciója volt az, akire úgy visszaemlékszel, és így megmaradt? Volt egy kollekció, amikor nagyon szép letisztult ruhákat lát. Mariana Herhoffer. Igen, igen, rá gondolok. Én szeretem a minimál stílust. Külföldön is ez a jellemző, vagy vannak külföldön is olyan meghökkentek, mint mondjuk a Hetzendorfer tímeái, aki tulajdonképpen sokkolta itt a közönséget és felébresztette? Általában inkább a letisztult vonalak, amik jellemzőek, de például most idén a London Fashion Week-en a KTZ egy olyan kollekciót adott ki, ahol ilyen afrikai elemek voltak, vagy arab motivumokkal, az eléggé extrém volt. A hazánk divateseményen, a Budapest Fashion Week-en, itt a Gundelét teremben vagyunk. Ha amikor ide érkeztél, akkor a szetteden azért erősen gondolkodtál, szerettél volna megfelelni, vagy ez egy kicsit másként van nálad? Igazából, mivel még nem vettem részt ezen az esemény sorozaton, ezért a biztonságra mentem. Tehát az elegánsan lazát választottam ma este. Nagyon csinos vagy, és köszönjük szépen az interjút. Ez volt a Budapest Fashion Week, köszönjük szépen!